A Szeged elleni siker után nem ígérkezett könnyűnek a nyíregyháziak budapesti fellépése, mivel az NB1-es Vasas második együttese az élvonalban is alkalmazott agresszív, letámadáson alapuló kosárlabdát játsza. Az első negyedet egy ponttal meg is nyerték a hazaiak, a második viszont hattal a vendégeké lett. A folytatásban is szoros volt a mérkőzés, az NKS 7 pontos előnnyel ment bele az utolsó negyedbe, amelyből négyet a meccs végéig megőrzött, így újabb csapat veretlenségét vette el Farkasinszky Gyuláni együttese. Nehéz volt minden tekintetben, mert ugye folyamatosan váltották a védekezést, tehát ugye megpróbálták egy idő után a diát kivenni a játékból, hogy ne legyen az, aki a labdát fölhozza és jelentje a csapatot. A többiek azok pedig beálltak zónavédekezésbe, aztán a végjátékra egy az egybe bementek zónavédekezés, főleg amikor ugye a Vivian is kipontozta magát a 5-5 perc volt hátra körülbelül a mérkőzésből. És akkor ugye ott álltunk, személy szerint, hogy most ugyan már mi a jó megoldás, hogy most a kicsiket vigyük fel a pályára, akik ugye addig se tudták megoldani, mert hogy annyira bátortalan a kosárlabdázott a kadett sor, hogy nem lehetett őket pánta, vagy maradunk négy kis emberrel, meg az Orsival, ugye az egyébként is jó szerkezetű Vasas ellen, akik minden poszton egy feje magasabbak voltak, mint mi. Szerencsére az Orsi, Dia és a Takács Anna hármas azért a vállán vitte ezt a csapatot. Takács Anna 14, Papp Klaudia 31, Farkasinszky Orsolya pedig 29 pontot szerzett a mérkőzésen. A center szerint előbb-utóbb a fiatalok is kiveszik majd részüket a pontszerzésből. Kicsit még bátortalanok, ami azért valamilyen szinten érthető. Ők most kerültek be a középiskolába, ez is új nekik. Nyilván azért egy NB1-ben szerepelni, azt gondolom, hogy azért az egy elég nagy dolog. Ők is küzdenek vele, mi is próbálunk nekik segíteni mindenben, amiben tudunk. Reméljük, hogy ez az idő előre haladtával változni fog, mert például a Hepkupa meccsen a Debrecen ellen, ott már nagyon ügyesen kosárlabdáztak, pontokban is ki tudták venni a szerepüket. Úgyhogy én bízom benne, hogy ahogy ők is kicsit érettebbek lesznek, ugye ez egyre jobb lesz. Győzelmével a nyíregyházi kosársuli a keleti csoport tabellájának élére ugrott, megelőzve a Szegedet és a Vasast. A hétvégén nem lesz forduló a bajnokságban, Farkasinszkijék legközelebb december 4-én Kecskeméten lépnek pályára.